Nagyatád és Iron Man. A következő vasember még messze van, de a felkészülést már ideje elkezdeni. Skov Gábor 29 évet töltött el a motocross élsportban. 2012-ben munkája révén került közelebbi kapcsolatba a triatlon világával. A székesfehérvári sportoló egy baleset miatt ma már futócipőre cserélte kétkerekű járművét. Nekünk az első célpiacunk az ugye a triatlon, illetve a futótársadalom, és így kerültem ide Nagyatádra. És a poén az volt, hogy én megérkeztem valamikor szombat délután, amikor már ment a verseny, és egy régi versenyző társam, Bozsó Zoltán vezette, aki egyébként ugye nyerte is a tavalyi nagyatádi versenyt, nagyon szép eredménye, vezette a versenyt, és hát én ámulva és csodálva néztem őt. És akkor megmondom őszintén, először azt mondtam, hogy hát ennyi önmegvalósító embert, hát nem láttam még egy helyen, hát mondom, 40 fokban itt bicikliztek, futottak, úsztak, tényleg hát egyszerűen fantasztikus látvány volt. És úgy nagyjából akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ha majd én befejezem a motorsportot, akkor Zoli után én is majd triatlonozni fogok. A fiatal sportoló ezért döntött úgy, hogy mielőtt elkezdené komolyabban is a felkészülést a versenyekre, kikéri egy orvos véleményét is, hogy alkalmas-e a feladatra testileg és szellemileg egyaránt. Én azt szoktam mondani, hogy a sport az egy nagyon-nagyon fontos egészségmegőrző lehetőség mindenki számára. Ha kimegyünk a játszótérre, ott csak futkozó gyerekeket látunk, és nem látunk, hogy az egyik gyerek oda sétál a másikhoz is, megkérdez valamit, oda fut. Ez egy természetes állapot, amit elrontunk mi felnőttek akkor, amikor a gyereket berakjuk az iskolapadba, és azt mondjuk, hogy ne ugrálj az órán, hanem figyelj a tanárnénire. Persze ennek ez a rendje. Én nagyon örülök annak, hogy most már van mindennapos testnevelés, nagyon örülök, hogy egyre több és több szülő ismeri fel, hogy a gyerekeknek szervezetten és rendszeresen kell mozgást biztosítani, egyesületekben történő munkával tovább. Aztán az idő után ugye az ember megcsinálja maga a kis karrierjét, és hiányzik ez a mozgás. A testmozgás hiányával bekövetkezhet a testsúlygyarapodás, melyet megelőzni nem csak fogyókúrával lehet. A rendszeres sportolással és az egészséges táplálkozással épp úgy megőrizhetnénk testünk fittségét túl a sokadik X-en is, mint 20-30 évesen. Jó az, szerencsés az, aki azt az utasítást kapja valakitől, hogy menj el és nézesd meg magad, mielőtt nekiállsz dolgozni, mármint rendszeresen edzeni, hogy egészséges vagy-e. Én próbálok egy lámpát adni mindenki számára, lehetőség szerint zöld lámpát, bár volt már olyan, hogy a sárga villogott, és azt mondtam, hogy álljunk meg, egy kicsit lassítsunk és nézzünk körül. Magyarul próbálom megmérni azokat a paramétereket, mely alapján a versenyzőt, a leendő versenyzőt egészségesnek nyilvánítsuk. Ez egy nagyon fontos dolog számomra, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Azt gondolom, hogy Herr Gyulával az első találkozásunk óta nagyon jó, és hanem baráti kapcsolat van kettőnk között. És amikor érem be az egészbe belevágtam, és Bozsó Zolit megkérdeztem, hogy oké, én eldöntöttem, hogy akkor triatlonozni fogok, mi legyen az első lépés, és akkor erre azt válaszolta, hogy mielőtt felvennéd a futócipőt, vagy kimennél biciklizni, vagy lemennél az úszodába, csináld meg ezt a terheléses vizsgálatot, ezt az állapotfelmérést, mert nagyon fontos. Itt ez egy annyira extrém terhelés a szervezetnek, hogy mindenféleképpen azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos egy ilyen orvosi diagnózis, mielőtt az ember komolyan belevág ebbe. Egy ilyen terheléses vizsgálat több részből áll, tudtuk meg Herr Gyulától. Tájékozódunk a szív úgynevezett szoftver részéről, vagy inkább hardware részéről. Ezt egy kardiológiai ultrahanggal szoktam megnézni, hogy minden rendben van-e a szelepeknél, rendben van-e a funkciókkal, illetve ezt követően fölül a versenyző egy kerékpárergométerre, ahol egy klasszikus teljesítménydiagnosztikát végzünk, miközben tulajdonképpen egy terheléses EKG is történik. Tehát két dologra is választod ez a mérés, arra, hogy egészséges-e, odaállhat a rajthoz, és ha odaállt, akkor pedig milyen intenzitásokat tudok utána neki javasolni. Negyed évszázaddal ezelőtt indult útjára a nagyatádi triatlonverseny, melyet annó három fiatalember lelkesedése hívott életre. Ma már több száz egyéni és váltóversenyző indult egy-egy próbatételen, mely jövőre fennállásának 25. évfordulóját ünnepli. A szervezők lázasan készülnek a jubileumi megmérettetésre. Hát 2014. július 26-án valóban ünnepre készül egész Nagyatád. Nagyon örülök neki, hogy egész Nagyatád magáénak érzi azt az ünnepet, amit mi már érzünk.
a 25. nagyatádi Ironman verseny kerül megrendezésre, a 25. Extreme Man nagyatád versenye. Ünnepi hangulat, óriási kihívás, rengeteg új arc és még több régi. Nagyon nagy örömömre a legnépesebb nagyatádi küldöttség fog részt venni a versenyen, majdnem egy tucat egyéni versenyző jelezte a részvételét, olyanok, akik már 25 éve nem versenyeztek, rendszeresen mozognak, de most a 25-re oda fognak állni. S hogy találkozhatunk-e versenyzőként a jövő évi megméretetésen Skov Gáborral? Szívem szerint én nagyon szívesen elindulnék, akár váltóban is, viszont egy koncepció szerint dolgozunk az edzőmmel, Kis Gyulával, aki szintén egy prominens személy a triatlonban, és hálás vagyok neki, hogy elvállalta a felkészítésemet. És mint ahogy az út maga a cél, mi is meghatároztunk egy utat és egy célt, aminek a mesdjén szeretnénk végigmenni. És a jövő évben valószínű, hogy ezek a sprinttávok lesznek, tehát inkább a rövid távok, amik nekem a programomba szerepelni fognak. Maximum a velencei verseny lesz az egy táv, ahol esetleg majd fogok indulni. A váltóban azért szívesen kacérkodok a gondolattal, és ha Gyula esetleg engedélyt adna rá, akkor nagyon szívesen elindulnék ezen a versenyen. A terheléses vizsgálat végén Herr Gyula egy szakértői véleménnyel engedte útjára a sportolót, melyben ez állt. Skov Gábor bátran sportolhat, a triatlon sportágban történő versenyzésre alkalmas.